esetben minden szabad. A Csóri Sándor Társaság a Vörös Marti Társasággal és a Szent István Művelődési Házzal karöltve a Nemzet Művészet címmel kitüntetett Kossuth Díjas és kétszeres József Attila Díjas költőre, íróra, műfordítóra, egyetemi tanárra, Kalász Mártonra emlékezett születésének 90. évfordulóján. A városhoz kötődése az mind halálig megvolt, de hát ennél is fontosabb, azt hiszem, az a fajta költői és szépírói teljesítmény, amit letett az asztalra, hiszen ez az intellektuális, kicsit elvont, ugyanakkor a valóság lényegét kifejező versvilág, ezért azt hiszem, hogy a magyar költészet 20. századi vonalának mindenképpen az élvonalába tette őt. A megemlékezést megtisztelte jelenlétével lánya, Kalász Orsolya is, aki elmondta, családja számára Székesfehérvár volt az az alkotói otthon, ahova ma is szívesen tér vissza. Székesfehérvár hosszú évtizedekig az otthonunk volt. Itt éltünk, itt jártam iskolába, gimnáziumba, és nagy szeretettel emlékszem ezekre az évekre, édesapám költő barátaira, művész barátaira, a Román Károlyra, aki nekem is tanárom volt, úgyhogy szeretettel jöttem, és örömmel. Szentmártoni János kiemelte, hogy egyik elődje Kalász Márton, aki 2001 és 2007 között látta el a megtisztelő feladatot, megerősítést nyújtott ahhoz, hogy a magyar irodalom megtartsa alapvető szerepét a mindennapjainkban is. Több rendezvény volt, és még lesz is, amely Kalász Márton munkássága előtt tiszteleg, de valóban nem csak a nagy ívű irodalmi munkásság itt rendkívül fontos, amely alapjaiban gazdagította a 20. század és a 21. század elejének magyar irodalmát, és ugye az egyetemességét nézzük, akkor az európai és világirodalmat is egyben. Kalász Márton 1991-ig a Vörös Marti Társaság elnökeként sokat tett legendás barátaival, Román Károllyal, Sobor Antallal és számos más pályatársával a fehérvári szépirodalom fejlődéséért. Nagyon nagy öröm a Vörös Marti Társaságnak, hogy csatlakozhatott ehhez a mai Kalász Márton esthez, ehhez a megemlékezéshez, hiszen Kalász Márton nem csak mint Kossuth Díjas költő, író, műfordító jelentős, hanem ezer szállal kötődik Székesfehérvár kulturális életéhez is, ugyanis az 1980-as évektől élénken bekapcsolódott a város szellemi életébe. 1988 és 1991 között ő volt a Vörös Marti Társaságnak az elnöke. A találkozón személyes hangvételű visszaemlékezések erősítették meg Kalász Márton munkássága, ma is a magyar irodalom kiemelten fontos része.